Elfenéktől bekezdődött. Na, ez az, tehát ezt a fajta interaktivitást szeretném. Tehát az történt, hogy valamilyen fellépésre készültem, és nagyon neked voltam. Az énekes az és a diapulmonnal gőzöltem, a diapulmonnak nagyon hideg gőze van. Főorvos úr, így van, ugye? Nagyon hideg gőze van a diapulmonnak, fagyaszt a gőze. Tehát nem érzi az ember, hogy milyen forró a gőz. A gőz pedig, tehát akkor is 100 fokos. És olyan szinten forrázta le a hangszalagjaimat, hogy az énekesi karriernek nem volt karrier, de a kezdődő énekesi karrier ilyen módon. Mindig kellett, hogy szakadjon. Hála legyen! Hála legyen! Hogy ugyanis volt módon megtapasztalni, 73-ban 25 évesen kint voltam másfél hónapig egy olasz operatársulattal Németországban, és 40-szer adtuk elő az állarcos bál, Verdi állarcos bálját. Szörnyű feladat. Csak aki 40-szer adta elő az állarcos bált, azt tudja, hogy milyen nehéz 40-szer előadni az állarcos bált egymás után. Minden este rettenetes. 10 évig nem tudtam meghallgatni az állarcos bált. Ez a tukára elveszett számomra. Ó, hiblik! Itt vannak a korlászokat. Nem mondjátok, hogy mit. És akkor jött az utolsó ária, amit énekeltem. Lehet, hogy ez csak kivonatosan éneklem el, jó? De az utolsó. Nagy ősük fényes vára, búcsúzom tőle. Fieszko áriája, Simon Boccanegrából. Kezdjük újra. Nagy ősük fényes vára, búcsúzom tőle. Már ágyon ég Génovám, s holt leányom. Együtt sújtott a végzet, átkozott légyen, a csábító az aljas, s te szűz Istennek anyja. Érted, hogy gyermekem megroncsa a véteg. Ó, az elmém, oly zavart. Szánd meg nagy Isten megbocsát.
Luciani Tomasi.